látják a Mária templomot, ugye, ami a plébánia. Látják a baloldali tornyot, a jobboldali tornyot. Baloldali torony, kezdezett, vékonyabb, ugyan magas. Jobboldali torony, zömökebb, és ugye alacsony. Ezt nem véletlenül építették, így a középkorban mindig építettek, és megmondom miért. Mert a jobboldali torony, az Ádám baloldali torony ére. Na, mit mondtam egyik? Így igaz, eltaláltak, és gyakorlatilag azért, mert ugye a déli napfénytől óvja a hölgyet. Így van, ez így, ezt ezért építették, ez így van. Ez tényleg így van. Ez is nyugat, ugye keletel templom, tehát a szentélykelet, most a legenda úgy tartja, hogy volt két fajvér, két építés. Gyorsan elmondom, hogy megnézzük. Az idősebbik, ugye azt mondta, hogy egyszer kezdtük egy, és versenyeztek, hogy két hét magasabb. Idősebb elkezdte kecses tornyot egyre kecsesen magasabbra építeni, a fiatalabbik elkezdte szélesebbre, nagyobbra építeni. Hát is nézte lassan ezt szörte. Igen, de elmondott pillanatban elérték azt a szintet, amikor már nem tudtak, hogy nem tudott tovább építkezni, majd ezt mindjárt látják, hogy mi. Nem tudott tovább építkezni a pallér, ugye az idősebb, hát elérte azt a szintet, amikor már tovább nem lehetett építeni. Viszont rájött arra, hogy a lassabban építkező, szélesebb alapot készítő fiatal testvér sokkal magasabban fog építeni majd, hiszen ugye az alapozás megkötelő. Ezért lesz a fizikenségből, és utána, amikor rájött arra, hogy mit tett a testvérvékosságból, a torony saját tornya tetejétől alázott. Ezt a tör, hogyha egy kitérítő fontosabb oldalára emlékeztetve arra az embereket, bizony, hogy a testvérvékosságból. Olyan, szóval csak. Hova voltam? Szóval a toronyba, ott a trombitás. Tudják miért? Dátum 1240-es, a tatárok betörése. Ezt a dallamot, amit most hallottak, ennek a neve az, hogy Hejna. A magyar hajna nem véletlenül, hogy a Szent Imre idejött Magyarországra, akkor gyakorlatilag ugye magával hozta ezt a szokást. Mi ez a szokás? Gyakorlatilag trombita szóval jelezték a város várkapujának, hogy zárás van, és nyitás van. Esténként zárókű, reggelenként nyitókű. Hajnal. 1240-ben történt az, hogy a határok megjelenik. A trombitás. Ugyanúgy elkezdte játszani a trombitán azt, hogy ajtót, vagy kaput nyis. A tatárok nem tudták, hogy mi történik. Természetesen a trombitás nem azt tökölte, hogy kaput nyis, hanem hogy maradjon zárva a kapu, tehát hogy valami baj van. De egy éles szemű tatár ezt észrevette, és a toronyban lévő őr torkoz, tehát annyira éles szemű volt, hogy a nyilvesszővel torkozott. És abban a pillanatban, amikor a zene megszakadt, az az a pillanat, amikor a torkát átfújta a nyilvessző a toronyőrnek. Ez a Hejna. Egy ideig a lengyel rádióban, igen, mind a négy égtáj fele eljátszott. Egy ideig a lengyel rádióban ez volt a déli halasztó helyett. Ezt játszották. Én már megint egy magyar lengyel halasztó. Elmondtam ugye a történetéket. Na most, ha, most ugye ennek vége, tehát ezt minden órában megismétlik este 9 óráig, és reggel 6 órakor költjük először ezt a helyet. Van fönt egyébként egy trombitás, aki folyamatosan ott van, naponta természetesen cserélnek,
és akkor ugye föl is lehet menni a lépcsőfokokon, hasonlóan is lehet integetni. Minden alkalommal kiinteget a téren lévőknek, mert szinte mindenki tudja azt a történetet. Átsétáltak önök a posztócsarnokon. A posztócsarnok gyakorlatilag 13. századtól kezdve ennek a helyén árusító bódék volt. 1320-tól kezdve, építettek először kereskedő csarnok. Akkor csak egyszintes csarnok volt, ahova tulajdonképpen a külföldi kereskedők is el tudták helyezni a portékáikat. Krakó ugyanis árumegállító joggal rendelkezik. Árumegállítók tavaly emlékeznek rá, elséltem önöket Erdélyben. Az a város, amely árumegállító joggal rendelkezett, az azt jelentette, hogy a helybéli kereskedők a vándorkereskedőktől felvásárolták a termékeiket, és aztán ők fix áron továbbadták. Nyilván a vendégkereskedők olcsóbb áron kellett eladniuk a helyi kereskedőknek az árut, a helyi kereskedők pedig árréssel dolgoztak, úgyhogy ez természetes volt. Ha nem tudták eladni a termékeket itt ezen a piacon, és nem vették meg tőlük a kereskedők, csak ezután mehettek tovább észak felé vagy dél felé, annak függvényében, hogy honnan érkeztek. De a Krakó, hanzavárosok, és ugye Dél-Európa, illetve hát természetesen a Szentföld irányába vezető út mentén pont Metszés pontjában található, ezért profitált, nagyon is sokat profitált ebből a dologból, és itt a téren, a főtéren látható úgynevezett Kamenica, amely Kamenica annyit jelentő palota, vagy rezidencia, vagy palotának nevezhetjük, ezeket építették föl a patricius. Ezek mind gazdag kereskedők, kézművesek voltak, nemesek voltak, akik itt Krakó főterén építkeztek. A Florián utcában, amelyen majd végsétálunk, ilyen kamenicákat fognak látni, illetve az úgynevezett Hetman ház is, amit láthattak ugyanígy. Visszatérve egy picit a posztócsarnoknak. A posztócsarnoknak az építkezésének négy fázisa volt. Az első fázis az 1300-as évek. Ugyanakkor hozzá kell tenni, Krakó főterét, amely Európa egyik legnagyobb főtere, gyakorlatilag Nagy Kázmékeiben kezdték el működni. Ő volt az, aki elrendelte a mérnökét, a saját mérnökének, hogy szabályozzák és határolják be azt a telket, ahol fel tudják osztani a különböző telkeket az akkori nemesek között, és Krakó belvárosát kialakítani. Hozzátéve azt, hogy úgy kell kialakítani a főteret, hogy minden sarkából két-két utca nyílik. Ezért, ha ma ránéznek Krakó főterére, a térképre, akkor innentől kezdve láthatják azt, hogy a főtérről két irányban, tehát két derékszögben nyílik két utca, és a főtér majdnem minden oldala meg van szakítva még egy utcára. És így ilyen négyzethálós alakú, tulajdonképpen a várfalakon belüli tér kialakítás alakul. Na most egy másik érdekes, hogy ugye ebben hogy kerül bele a posztócsarnok? Itt volt ugyanis a kereskedőknek a tere. Itt heti, éves havi vásárokat tartottak, tehát a legnagyobb kereskedelmi központ volt itt Lengyelországban, és itt mindenfélét árultak, kivéve a húst. A húst, ha tovább sétálunk a Mária templom mögötti térre, ott található a kis piacrész, ott árulták a halat és a húst. Az romlandó termék volt ugyanis, és nem akarták, hogy bármiféle fertőzés arról a térről átterjed erre a térre. Mert itt állatokat, mindenféle mást is, élő állatokat árultak, és minden egyéb terméket, és nem szerették volna, hogy keveredjen a kettő egyébként. Nos, az érdekessége még a csarnoknak az, hogy akkor egyszintes, kétsoros, ilyen bódésor volt, az alá került be tulajdonképpen, a tető alá hozták ezt a bódésort. Aztán később, a 16. században átalakították a mai reneszánsz épületté, úgy, hogy még ez a pártázat nem volt kész. Viszont az 1800-as évek végén még megemelték egy szinten, létrehozták a báltermet, illetve kiállítótermet, amely ma a felső emeletben látható, és fölé értette a pártázat, hogy kiegészítették a mai időtában. A reneszánsz pártázat. A felső rész, a felső rész, kialakították bálteremét, és amit említettem önöknek már, hogy a templomot, a Ferences templomot, a Mária templomot belülről, a már említett híres nevezetes krakói festőművész,
Jan Matejko volt az, aki nagymesterszer. Ő az ő történelmi festménye is föntalálhatunk ebben a mai műzadékban. Olyan hatalmas, hogy a teljes falat elbújtja ez a bizonyos festmény, ahol például az a festmény látható, amikor Európa adja Istán ugye a törökök, illetve ugye előtte pedig a litván nagyfejedelem hódol a lengyel királynak. És ezáltal ugye pont ezt a feltet mutatja be, gyakorlatilag Lengyelország Európa egyik legnagyobb hatalmát. És ő történelmi festő, ilyen történelmi eseményeket festett meg, és találhatok ebben a műzában. Na, a posztócsarnokról még annyit szeretném, ha mire akartam, olyan posztócsarnok. Ugye a posztó készítés és kereskedés egyik központja Krakó. Ugye itten nem csak keletről, hanem északról, nyugatról is rengeteg kelme került a Krakó vására, és tulajdonképpen ezért nevezték el magyarul posztócsarnoknak, mert hogy ugye, akik itt jártak, leginkább különböző termékek, különböző adatok. Például Krakóban lehetett megkapni a legfinomabb csejjet. Keletben ez a csejj, Kínában. A csejjamúton keresztül jelentett ide, és ezeket itt Krakóban állnak. Krakóban ugye lehetett a Hanzavárosok felé, az északi országok felé is kereskedni, és lehetett Dél-Európa felé, illetve Magyarország irányba. Magyarországnak egyébként egy stratégiai fontosságú partnere volt Krakó. Olyan értelemben, hogy például a tokai és egyéb borokat, amelyeket ugye északi országokban szerettek volna tovább kereskedni, Krakóban volt lerakott. Az a villás ház, amit ott láttak a sarkon, a baloldali részek, annak az alja egy hatalmas nagy pince. Annak az aljában volt a magyar bor lerakott. Megint magyar vonatkozás, ott van a pincében tárolták hatalmas nagy hordóban, például a tokai bor. Itt a vásárol alkalmával külföldiek vásárolták föl krakói közvetítéssel a magyar bort. Természetesen. Mivel álló megállító joga volt Krakónak, borra is igény tartott, külön magyar kereskedőket alkalmazott, akik el tudták adni ezeket a bort. Úgyhogy Krakó ilyen szempontból a magyar piac egyik közvetítője. Reméljük mostanság is ezt. Na és hogy önök sem maradjanak egyébként helyi jellegzetesség nélkül, kérdezték tőlem, hogy mi az, ami innen lehet vinni ajándéképpen, a Boros Jánokon kívül, az egyéb fa játékokon kívül. Van Lengyelországnak egy ital különlegessége, úgy hívnak, hogy a lengyel vodka, a lengyel vodkában is egyetlen egy fajtát tudok meg ajánlani, az úgynevezett Zubrovka vodka, úgy hívják